Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket, a Lólépésben Sakmagazin 2017, április adásában vagyunk, Gunyác Zoltán műsorvezető vagyok, mellettem ő pedig Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, műsorvezető társam és a szakma igazán nagyszerű képviselője. És mindenkit üdvözlök. Minden adásunkban beszámolunk a megyes hakkéletében történt releváns eseményekről. Legutóbbi adásunk óta több forduló lezajlott a megyei csapatbajnokságban, és forduló volt az MB2 küzdelmeiben is. Alulról felfelé építkezve először is a megyei csapatbajnokságban történtekről szeretnénk beszámolni. A 7. és 8. forduló lebonyolítására került sor a legutóbbi adásunk óta. A hetedik fordulóban bebizonyosodott, hogy bár még nincs még a megyei csapatbajnokságnak, hogy a leendő bajnokcsapat a tavalyi sikerét megismételve, megújrázva a Piremon korábban MB2-es és remélhetőleg szeptembertől újra MB2-es csapata. A Piremon odahaza fogadta a fehérgyarmati csapatot, a vendégcsapatnak, Fehérgyarmatnak van egy fájó pontja, a legjobb játékosuk, kimagaslóan legjobb játékosuk, ifjú farkas Jóska nem nagyon tud messze utazni, és így az éltáblást, farkas nélkülözni voltak kénytelenek a fehér A Piremon igen erősen állt ki, majd hogy nem lenullázta a Fehérgyarmati csapatot, 9,5 fél arányban diadalmaskodott oda-haza. Ezzel tulajdonképpen eldölt a bajnoki címnek a sorsa, hiszen a riválisok nem tudtak semmit sem hozni a Piremon előnyén. A nyíregyházi sakkiskola nyírbátorba látogatott, és a papírformának megfelelően győzelmet aratott 75 fél arányban. A Dávid SC a nagyhalászi csapattal a mérkőzött meg, itt szintén papírforma szerű eredmény született. A Dávid 7 és fél 2 is félre tudott győzni nagyhalás ellen. Ezzel semmit sem változott a tabella. Hiszen a, a tavalyi bronzérmes a kisvárdai refi csapata, balkánya a mérkőzött meg, és 7-3-ra tudott csak győzni. A kisvárdai refi csapatában még több pont is benne volt, ezúttal nem sikerült kirobbanó sikert elérni, ö, gyakorlatilag szép eredmény volt ez is, viszont a sakkiskolán nem tudtak hozni semmit sem, illetve félponttal hátrányba kerültek. A nyolcadik fordulós láger mérkőzése a Piremon és a Nyíregyházi Sakkiskola második csapatának a mérkőzése volt. A Piremon eleddig minden mérkőzését megnyerte, megverte még a második legerősebb csapatot, a Refit is, megverte a Dávidot is, és papírforma alapján a sakiskola versenytermében Piremonos siker kínálkozott. Ennek ellenére a sakkiskolások rendkívül lelkes játékkal ki tudták egyenlíteni a mérkőzést. Voltak partik, amelyek korábban értek véget döntetlenne, hiszen az ellenfelek tisztelték, nem csak ismerték, hanem tisztelték is egymást, és korán döntetlenre adták. Voltak olyan partik, amelyek sok órás küzdelem után ö, értek véget döntetlenül. A Piremon vezetés szerzett, ugyanis a, a tizen három éves. Dán Marci nem tudta első osztályú minősítésű ellenfelével Góc szemben tartani az állást, és elvesztette a partit. A sakkiskola noha általában fiatal játékosokból áll, ide nem értve engem természetesen, e, második legfiatalabb, ha fogalmazhatom úgy, a 60-as évei elején járó Tó Tibor nevű játékosa ki tudta egyenlíteni az állást. E, ellenfele kedvező ö, álláshoz jutott, Tumó Bence, a Piremon játékosa, sőt úgy nézett, hogy királyszányi lerohanással ö, Matt elé állítja Tó Tibornak a királyát. Tibornak óriási időelőnye volt, Bence egy időzavaros játékos volt, és nem tudta megtalálni a nyerő ami hát számomra, mint a partit immár csak néző játékosnak, nézőnek, nem is látszott olyan túlzottan egyszerűnek. Bence elhasználta a gondolkodás idejét, Tibi ellentámadásba lendült, és Bence már mielőtt átítette volna a gondolkodás időt, vesztett állásban, a játékidő hatodik órájának elején feladta a partit. Ezzel a Piremon Sakkiskola mérkőzés 5-5 arányú végeredménnyel ért véget. Megmérkőzött egymással a, a 8. fordulóban két szomszéd vár: a Balkány és a Nyírbátor. Az ecsedi bátori, illetve a somjai bátori család nagyjai, a lengyel királyok, a nádori spánok, erdélyi vajdák büszkék lehetnek a városukra. A sárkányos uh, Nyírbátori csapat ugyanis le tudta győzni minimális arányban az egykori NB2-es Balkánynak a csapatát. Ennek a fordulónak volt még egy uh, nagy mérkőzése. A tavalyi ezüstérmes Dávid mérkőzött meg a tavalyi bronzérmes kisvárdai csapattal. Óriási ambícióval küzdött mindkét csapat, hiszen mindkettő igazolni kívánta a, a tudását és a helyezését. Mindkét csapat nyerése törekedett, ez végül a kisvárdai csapatnak jött be, 6-4 arányban tudta legyőzni a Dávid Az utolsó forduló előtt óriási előnyel 9 ponttal vezeti a tabellát a Piremon, második helyen van a Nyíregyházi Sakkiskola, egy-két ponttal tőle lemaradva a Kisvárdai csapat, utána következik a tavalyi ezüstérmes, a Dávid SC. Ezek után azt hiszem, hogy rátérhetünk az MB2 küzdelmeire, egy forduló lebonyolítására került sor. A régió sakkéletében, az MB2-ben, mint egy két éve a Miskolci DVTK, nem is tudom, hogy fogalmazok, ámokfutásba kezdett, vagy sikertörténetbe kezdett. A Miskolc városa ugyanis pénzügyileg is komolyan beleszállt a sakba, és komolyan kezdte támogatni a sakkot. Erről már korábban Péter nagymester beszámolt két adással ezt megelőzően, hogy Miskolc miért olyan rendkívül sikeres a sakk terén. Nos, a DVTK-nak van egy csapat az NB1-ben, ahol, mint újonc csapat, a második helyen áll a magyar NB1-ben, a második csapata pedig az NB2-ben, a Barca csoportban vitézkedik. Az egyik legerősebb csapat látszik már azonban, hogy a nagy sikerek ellenére, bár minden mérkőzését megnyerte a DVTK, ezúttal nem tudja megnyerni az nb 2 küzdelmeit. Ezzel a bivajerős csapattal mérkőzött meg a Tiszavasvári csapata, és pompás helytállást észlelhettünk. A Tiszavasvári csapata mindössze 7-5-re kapott ki a DVTK-tól. Ez az eredmény azért is igen tisztes helytállás, mert a bajnok csapat, a Miskolci Kisbocsok ö, csupán egy félponttal tudott többet szerezni a DVTK-val szemben. A második megyei csapatunk a Nyíregyházi Sakkiskola, Edelénybe ment, és Edelénnyel mérkőzött meg. Kisé tartalékos volt a nyíregyházi csapat is, egy-két játékosát nélkülözte az edelényi csapat is. Baljós ö, partikkal kezdődött a forduló, az edelényi csapat ö, nagy előnyhöz jutott, öt és fél, három és fél arányban vezetett már, és csupán három parti volt hátra. Ekkor a nyíregyházi csapat megtáltosodott, és mind három hátra levő partiját megnyerte. Először is az első táblán orosz Robert Fidemester tudta legyőzni Zámbó Zoltánt, aki már a nyírségi tornát is megnyerte, és számos egyéb sikere volt. Jó, jóval magasabban fémjelzett sakkozó, mint a mi orosz Robin. Aztán Péter nagymester fia is egy, egy kapablankai technikával vezetett partiban szerezte meg a teljes pontot, és Kristofori Attila is győzelemre tudta vezetni a szlovákiai Ligár Tomás ellen a világos figurákat, és ezzel a nyíregyházi csapat hat és fél, öt és félre győzedelmeskedett edelényben. Rendkívül sok mindenről beszéltünk, már azt hiszem, hogy éppen ideje sakkozni. Nagymester milyen partika jöttél a mai adásba. Zembé 2-es uh, fordulóban, nem a legutolsó, nem az az előtti uh, játéknapon váltott partikról szeretnék uh, beszélni. Uh, mindenképp egy olyan partit szeretnék, amit a Nyíregyházi Sakkiskola egyik uh, vendégjátékos a Ádám játszott. Uh, nagyon szép technikával szépen uh, támadta le az ellenfelét, akinek egy uh, hibája elegendő volt ahhoz, hogy elsöpörje ott a fekete királyt, az ellenfél sötét királyát. ezt a partit szeretném most bemutatni. Tehát világosan játszott a sakkiskola vendégjátékosa Ádám, sötéte volt Tövéski és Antal. A zárt szicil védelem egyik változatát fogjuk látni. Ugye világosan e 4 az ifjú játékos, amire C5-tel folytatta sötét. Tehát ez a szicíliai védelem, Ahol, ahol nagyon sok változatba, rendszerbe torkolhat a küzdelem. Igen, ez az egyik legnépszerűbb változat, ugye azt kell tudni, hogy ez egy félig nyílt megnyitás alakult ki rendszerint. Itt egy picit zártabb állás, azért is hívják zárt ezt, mert itt nem nyitja meg d 4 a centrumot fehér, hanem ugye itt zártabban tartja és megpróbálja az ellenfél királyát megtartani támadni világos. Huszár C3-mal ugye jött világos, Huszár C6 következett, ugye G3 szájra fejleszti a futót fehér, G6-tal folytatta sötét, futó, vagyis D3-at lépett világos, ez egy, hát ez egy, hogy fogalmazok, lépéscserével, ugye Átmegy a másik változatba, futó G2 is ugyanolyan jó lépés. Itt D3 következett, amire futó G7, futó E3, arra pedig D6. Tehát itt nem kell félni a világosnak amiatt, hogy a G7 futóval kiemelik a C3 huszát. A C3 gyalog ugye őrzi a D4 mezőt, tehát centrum fölény biztosít, és eltűnik a G7 figura, ugye azt kell tudni ezekről az állásokról, hogyha szájra fejlesztjük a futónkat, ugye ott G6-tal, az a futó nagyon, vagyis G7-en áll a futó, de a gyalog G6-on, az nagyon fontos védőfigura ezekben a szerkezetekben, nagyon jó támadó figura is ezért, hogyha azt kiadjuk egy cserével a C320-ánél, akkor ugye nagyon, nagyon meggyengülnek ott a fekete mezők azon az álláson, és ez fordítva is igaz lenne, hogyha világos ugye a G2 futóját tüntetni el, akkor neki is gyenge lenne a király. Hát akkor az, az ellenfél ingyen jutnak kitűnő álláshoz. Igen, igen, igen. És egy futó G2-vel folytatódott a parti, amire E6 jött, ugye vezér D2-vel fejlődött világos, Bástya B8, itt az a terv, hogy B5, B4 ugye, ugye azonnal a vezérszányon elindul sötét. Világos fejlődött, Huszár GL2 következett, amire sötétnek is Huszár GL7-tel ugye még folytatta a fejlődést. Úgy gondolom, hogyha ez egy főváltozat természetesen, de ugye most Hutó h tudott jönni világos, hogyha fekete akart volna valamit kezelni, akkor azonnal talán B5-B4 kellett volna, és a Huszár még ráért volna egy picit később. Most ugye futó h 6 világos, ugye kiszedte azt a futót, elsáncolt fekete rövidre, amire H4 jött, és erre ugye F6. Jó ez az agresszív támadás, ez a H4-H5-ös terv? Hát gyakorlatilag, ha rosszul reagál fekete rá, azonnal meg lehet nyerni a partit. Tehát ez egy veszélyes dolog. Azt kell tudni róla, hogy aki ismeri a védekezést, akkor azért annak, annak nem annyira egyszerű ugye ezt a ezt a neki ugrást a fekete királynak, akkor ugye nem olyan veszélyes ez világosra, de aki nem ismeri, pillanatok alatt mattot lehet kapni. Tehát nem nyerőváltozat, de nem. Nehezen megoldható feladat elé állítja az ellenfelet. Hát, Ismerni ha nem ismeri kell igen. az elméletet. Ha ismeri, akkor természetesen akkor egy játékos állás, igen, uh -huh. és akkor játszanak egy normális szerkezetet. Itt ugye még azt úgy gondolom, hogy nincs nagy probléma. Most ugye azt kell tudni, hogy H5 az nem jó lépés, mert leütik a H6 futót, amit visszaüt vezér, és G5-tel ott egy picit befalazzák azt a vezért. Ezért most G4-jel jött világos. Ez egy új lépés, én ezt még nem nagyon láttam. Ez egy új terv kezdete. Logikus lépés, ugye, majd G5-tel akarja felszedni. Én úgy gondolnám, hogy itt vagy azonnal D5-tel a centrumban jöttem volna, vagy a másik, ami egy furcsa lépés, akár F5-tel is lehetett volna ott robbantani mondjuk akkor ugye hosszú sánccal akar jönni, vagy a következő tervet ugye terve B5, B4 vezér a 5 jönni ki. Tehát sokféle terv van, most az a kérdés, hogy ezek közül melyiket választ fekete nagyon átment védekezésbe, és ez nem volt annyira jó ötlet neki. Az az f ellenlökés az rendkívül szimpatikusnak tűnik. Hát most sorozatos csere után az F5 pont mégiscsak sötét birtokában van a C8 futó is, az E7 huszár és az F8 bástya miatt is. Ha pedig túltól G5-re, akkor, akkor azért talán tartható az állás, hiszen a nehéz tisztekkel meg lehet védeni a sötét Igen. Viszont állást. akkor azt meg egyből kellett volna meglépni. Igen. Tehát akkor nem várni a G4-re, hanem azonnal f jönni. Én azért lehet, hogy mégis inkább ez az f 5 nagyon magamra nyitom az állást, tehát egy kicsit nem annyira logikus lépés, inkább a B5-B4-be hinnék, vagy a D5-ben, hogy a centrumot e, rányissam. Tehát én ebbe a kettő lépésbe hinnék jobban, persze is van, de ott egy picit azért csak magamra nyitnám az állást. Itt azért Mert... nagyon hosszan elgondolkodik az ember a partiban, hogyha e, ilyen állást kap, mivel hogy itt kell eldönteni, hogy most direktbe védekezek a király elleni támadás ellen, vagy pedig a király elleni támadással szemben a másik oldalon, a vezérszányon kívánok ellen támadást vezetni, és, és meghagyom azt a kérdést, hogy kinek a támadása üt át elő. Tehát Igen. ez egy rendkívül hosszú elmélyülést igényel az állásban, amiről ugye nem szoktak verseket költeni, de mégis fél órákat Igen. tud az ember ilyenkor a tábla mellett tölteni. Ami még érdekes, úgy szerintem még e is egy érdekes lépés most így, hogy nézem a táblát, mert ugye 5 az az értelme, hogy kinyitom a C8 futónak az átlóját, a G4 gyalogot megtámadom, ugye most az kérdés, hogy f 3 mal megvédi, vagy ha G5-tel túltol, akkor meg esetleg én tolok f 5 tel át. De. Tehát még e is egy érdekes, és futó el, ha D5 tervel, ugye, amiről beszéltem, a centrumban történik egy ellentámadás, ellenlökés, tehát ugye Ugye az alapelvek a saktában azt mondják, hogy ha nekünk támadnak az egyik szárnyon, most per pillanat a királyszárnyon, akkor a legjobb ellentámadás az az, hogyha a centrumban megnyitjuk a centrumot, és, és ott oda visszük a, a játéknak a menetét, a folyamát, hogy a centrumban tudjunk ott uh, ugye játszani, és ne pedig a, a királyszányi támadásra uh, kerüljön sor. Tehát ugye egyik az E5 futó e 6 d a másik a B5-B4. Én úgy gondolom, az jobb lett volna a Bás ami következett a partiban, az túlságosan passzív és nagyon védekező direkt jellegű. Direkt védekezésre áll be. Igen, 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 de lehet, hogy neki az volt az alapelve, hogy előbb kivédi a támadást, és utána indítja az ellentámadással. Ez az előtös terv is rendkívül szimpatikus a futó e hattal, mert akkor ugye az egyik futó az A2-G8 átlóra kerül, a másik az A1-H8 átlóra, és hosszú sánc esetén ez rendkívül erősen pásztázza a hosszú sánca c 1 kerülő világos királynak az állását. Igen, ugye a g 2 futó ettől függetlenül nem annyira játszik, mert F6-on 5 van gyalog, de az még mindig védi a királyomat, viszont az E6-ra kerülő futó az nagyon nagyon Elősen jónak tűnik, pásztász. és akár D5-t, akár B5-B4-ját, tehát ott nagyon, nagyon jól Abban állít. az állásban lezárul azért a, a H6 futó, tehát az, az nyilván cserélni kell vele, és a G2 igen. futónak előtt után nem sok lehetősége hát igen, van igen, játékba avatkozni, tehát annak az állásnak is megvannak ugye a konkrét stratégiai vonatkozásai. É, én valószínűleg én hogy e 5 lépnék így. Uh -huh. Ha gyorsan kellene, vagy ilyen villámpartit játszodik, uh -huh. én, én vagy a B5, vagy az E5 vagy a D5-be, tehát három közül választott, uh -huh. de az E5 futó e 6 d D5 D5-öt meghagyom még, tehát nekem az is nagyon tetszett. Bástya F7, következett, nézzük a partit. Ez egy picit e, túlságosan védekező lépés. Futó üti G7, következett bástya üti G7, és G5-tel, ugye, ott e, megbontotta, ugye, azonnal ezt az F6 gyalogot, amire f 5 jött. <coughs> Bocsánat. És most egy nagyon jó lépés következett. Amivel ugye amiről beszéltünk eddig a fekete állásban, hogyan tudnánk a centrumot ugye megnyitni, az most fekete ellen világosnak sikerült megjátszania, és ugye d 4 rányította az állást, a centrumot, és hát nagyon nem olyan egyszerű feketével itt jó terveket kitalálni. Itt azért én úgy van, nagyon bonyolult az állás, de maga a játék menete és maga az, amit eh, ahogy áll, állunk most, eh, az azért világos eh, állását vetíti előtérbe, tehát hogy ő áll jobban. A sötét tisztek a... között nincs olyan jó együttműködés, és hmm. emiatt sül el Ádám ötlete a centrum nyitást, Igen, a gép, olyan jó. az ugye nem áll jól. Az, a, az a, C8 a futó sem csinál semmit, a B8 bástya pedig hát B5, B4-es ellentámadás nélkül Igen, tétlen Hát leütötte D4-re ezt a gyalogot, sötét üti D4, huszárüti D4, következett ezt is leütötte, és vezérrel visszaütött. Ugye egy picit, hogy szokták mondani, kevesebb figura, kevesebb gond a lapon, ez nem mindig igaz, saktáblán ugye van, amikor kevesebb figurával sokkal bonyolult állások jönnek ki, de egy picit eh, könnyítette a helyzetén sötét, és huszár C6-tal folytatta ugye a játszmát, amire vezér D2-vel visszajött. Világos és bástya D7 jött, ugye nem játszó G7 bástya, D7-en próbálta meg. Itt egy picit nekem az nem tetszik ebben a szerkezetben, hogy ott van még mindig az a C8 futó, és az most semmit nem csinál. Tehát, sőt, világossal elsáncoltunk hosszúra, ugye ez nagyon jó lépés, logikus lépés. És, és ha ránézünk az állásra, sokkal egészségesebben állnak a világos tisztek, mint a fekete tisztek. Tehát nagyon összevisszaság, hogy jól mondta, nincs összhang a fekete tisztek között, nem nagyon tud mire játszani. Tehát ugye az F5 gyaloga lenégye ütni nem ajánlatos, mert 20 C3 és a 20 bázisa van az F6 ponton, Igen. ami már nagyon rossz végkimenetelt jelenthet. D5-ös ellencsapást nem lehet intézni. Egyszerűen leütik, az egyszerűen sokkal leütik, előtte megint csak nem tudunk tovább haladni, mert akkor a D8 vezér, D7 bástya nehéz. Ütem, D5 mezőkig nincs, gyengült, igen, tehát. Igen, tehát tehát Igen, maj... nagyon nehéz jó termet játszani feketével. Hát következett huszár E5, ugye azt választotta fekete megint, hogy megpróbálja ezt a huszárt visszatenni oda a védelembe, amit ugye F4-gyel elzavartak. Következett huszár F7 de erre meg H5 jött. De most ez olyan furcsa, ugye, mert fekete oda viszi a figuráját a védelembe, de ugye most csak ott játszunk. Tehát ha megnézzük az állást, az nekem mindig nagyon jó, ahol én támadok, és ott van a játékom, ott természetesen, ha ott folyik a játék, az nekem jó. Tehát ugye, mert ne, a centrumot nem tudta megnyitni fekete, ugye vezérszárnyon, tehát ami, ahol az én fehér világos királyom van, ott nem tudott megindulni, tehát végig ott folyik a játék, ahol én szeretném. Tehát világos irányítja a játékot, Igen. és nézzük, hogy hogyan valósította meg a pozíció előnyét, hogyan váltotta Igen. győzelemre. Huszár hányolc következett, ami ugye megint fura lépés. A nagy taras azt mondta, hogy a huszár a tábla szélén szégyen, hát Igen. akkor mit mondjunk, amikor a tábla sarkában van a Igen. huszár? Mondom, tehát elég logikus, és ugye... Hogyha számoljuk, onnan maximum két helyre mehet, amíg egy centrumból pedig nyolc helyre vagy elég sok. Körzi a G6 pontot, megnyitja a hetedik sort a D7 bástyának. De hát, kimen, de hát kiment? Addig kiment a nem sem a lodát, a Matyit olvassa. Hogyan bonyolította a part? Hát Eyuti F-öt következett, ugye most már világos, ugye miről beszéltünk továbbra. Nem csak a, a királyszárnyon támad, de még a centrumban is ő fog érkezni. Güti F-öt következett, amire bástya HE1-re ment ez a Bástya, ugye a gyengeségeit, az E6-D6 gyalogot támadta meg ezzel, következett Bástya E7, és ugye erre jött vezér E3. Ez több fenyegetés, ugye esetleg az A7 gyalog is ló, tehát finoman azt is megkérdeztük, ezzel, de, de nagyon nem egyszerű. A D5 is rendkívül igen, erős és fenyegetés D5 a pedig F6 tervvel. Igen, a kötést kihasználva, ugye az E6 gyalog kötésben van, ugye és inkább én úgy gondolom, hogy ez a fenyegetés, de ugye egy kicsi, picit mellé fenyegetés a vezérüti a 7 Hát B6 jött, ugye azt nem adta oda azt a gyalogot, erre viszont 20 d Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy végez. Bástya f 7 még jött, amire 20 f 6 csak. Következett ugye, itt talán egyetlen lett volna, hogyha leütöm, de akkor is valószínűleg azonnal vége. Király f 8 még próbálkozott védekezni, ami a vezér a 3 Ugye nagyon erős, a D6 gyenge gyalogot támadta meg, amire vezér C7 ugye nem tudta megvédeni, Bástyőti D6 érkezett. Metszőpont kombináció. Igen, ugye most itt az A3 vezér hatókörében van az a fekete király, tehát itt ilyen felfedéses kettős sakkok fenyegetnek, és minden fenyeget. Bástya E7-tel jött fekete. Tehát elzárta a metszőp a, 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 az átlót. Igen, amire bástya erről D1-re jött. Ugye a Nyílt D vonalra helyezte mindkét bástyát, 20 F7 következett, amire bástya D4-re visszahúzta a bástyáját. Vezér C5 próbálkozott ugye vezér cserélni, de világos ugye nem enged, vezér D3 jött. Ugye Tehát nyílt a D8 hát pontra. Hát most még akár igen áldozatárán is, amire király G7 jött, és bástya D8-al, ugye Bástya G8 mat fenyeget, ezt le kellett ütni a huszára, a huszár üti D8, vezér üti D8, és gyakorlatilag a vezér G8 mat nem nagyon védhető, Bástya L8-al még ugye beáldozott egy Bástyát, vezér üti L8, vezér F8, és H6 sakkal, ugye. Igen, tehát sötét utolsó reménye volt a vezércsere, Cs. de erre a H6-ra hát csak a... király, H8 király csak H8-ra léphet, és onnantól Veljük pedig itt vezér a vezért, F8 is. is. Mat. Amit rá kell nézni az állásra, hogy a C8 futó nem lépett az egész játszma alatt, és ugye ez elég elég hátrányos, tehát gyakorlatilag a megnyitásnak az alapelveit nem tudta befejezni a megnyitási szakaszát fekete, mert ugye nem lépett ki azzal a futóval. Ez nagyon érdekes. A fekete nem a legjobban játszott, sőt kifejezetten nem volt a legjobb játszmája, ez a Parti, tehát a... ő ennél sokkal jobban játszik. Jóval magasabban jegyzett játékos, mint Ádám. Viszont világosan, Ádám, szenzációsan. Ebben a Partiban ő volt. Igen. Sokkal jobb. Ő azt játszotta, amit kellett, és szépen begyűjtötte a teljes pontot. Tehát gratulálunk Ádámnak. Szépen. Tisztelt nézőink, remélem, hogy tetszett ez a Parti. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Ennyi fért a mai adásunkba, Viszontlátásra. Viszontlátásra.